4 évvel ezelőtt találkoztam először az Erdély Kopóval, valamiért megfogalmazódott bennem az az igény, hogy mi lenne, ha tartanánk kutyát. És mindenképpen magyar kutyafajtát szerettem volna, és amikor végigböngésztem, hogy milyen kutyák vannak, akkor esett a választásom az Erdély Kopóra. Megfogott a kutyának a hányattatott sorsa, a külleme, a belbecs, azok a tulajdonság, amik a kopót kopóvá teszik, és nincs rá jobb szó, egyszerűen szerelembe estem a kutyával. Az Erdély Kopó történetéről mostanra szerencsére sokat lehet már tudni. Vannak legendás elemek is ebben a történetben. Szerintem nem lesz kevésbé érdekes, hogyha ezektől mentesen az igazolható, reális adatokon keresztül fordulunk a kopónak a múltjához. 1237-ben egy latin nyelvi oklevélszótárban már szerepel a kopó szó. Találunk, vagy találhatunk kopóra nagyon hasonlító kutyát a Káti Márk féle Nagy Lajos király által készített képes krónikában is, ami 1360 körül készült, ebben több kutya is szerepel, lehet a magyar vizslának is az őse, vagy az Erdély Kopónak, vagy a Kopónak egyáltalán az őse. A kopós vadászatoknak a fénykora az a magyar középkor, illetve a kora újkor, amikor az uralkodónak, a főuraknak a szórakozásához, a mindennapjaihoz a vadászat abszolút mértékben hozzátartozott, és a külföldi vendéget fogadtak, akkor az egyik leggyakoribb módja volt azok szórakoztatásának, hogy nagy vadászatra vitték őket. Több leírásunk van arról, hogy az erdélyi fejedelmek tartottak kopót, némelyiknek 60 vagy akár 80 kopója is volt, néha még a nevüket is lejegyezték. A 19. század végén a kopózás egy elterjedt vadászati forma volt még Magyarországon. Azok a nagy erdőségek, a Kárpátoknak a sűrűi, ezek még az országhoz tartoztak. Noha voltak olyan területek, különösen az országnak a közepe vagy a Dunántúl, ahol a kopózás visszaszorulóban volt, és a 20. század elejére el is tűnt, és egyre inkább korszerűtlen vadászati formának számított. A törés az erdélykopó történetében az a 20. század eleje, egész pontosan a trianoni békeszerződés időszaka, amikor Magyarországtól elkerülnek az északi és a keleti vagy a déli Kárpátok, és az ország közepén már nem nagyon volt, ahogy mondottam, volt kopózás. Az erdélykopó történetéhez hozzátartozik, hogy az első tudományos szempontú leírás az 1901-ből származik. A két világháború között nem nagyon tudunk arról, hogy Magyarországon kopózás lett volna, de Erdélyben ez egy hagyományos, továbbra is gyakran űzött vadászati forma volt. Amikor a 60-as évek végén az erdélyi kopó újra bekerül a köztudatba, elkezdenek készülni a vadászati kiállításra, nem találnak Magyarországon kopót, és csak hosszas keresésre találnak Erdélyben, és 1968-ban sikerül Erdélyből két kopót, Máramarosi Réket és Máramarosi Mózsit Budapestre hozni, a Fővárosi Állat és Növénykert kezelésébe kerülnek, és 1971-ben őket is bemutatják a vadászati kiállításon. Innen kezdődik a kopónak az újra felfedezése Magyarországon, most már több mint fél évszázad után. Az Erdély kopót 1966-ban fogadta el az FCI, a Belgium székhelyű kutyás világszervezet magyar kutyafajtának, és ekkor került be a regiszterbe. A 9. magyar kutyafajtaként ezóta tartják számon. Mert ez a kutya nem olyan, mint a többi. Szerintem sokkal intelligensebb. Azt is szoktam mondani, hogy félig ember. Szinte kitalálja a gondolataidat, és félszavakból is megértitek egymást, hogyha kellő időt tudsz vele tölteni. És ez fontos is, hiszen az erdélyi kopó azért nem mindenkinek való, hiszen egy olyan kutyafajta, aki sok figyelmet igényel, leginkább az elején, amikor még fiatal. Azért is nem való mindenkinek ez a kutya, hiszen a sok évszázados vadászati tevékenység előtt az önállóságra szelektálták. Tehát az volt a jó vadászkutya, az volt a jó vadászkopó, aki önállóan, akár kilométerre a gazdájától is tudott dolgozni. Hiszen ennek a kutyának az volt a feladata, hogy felkeresse magától, megtalálja a vadat, meg tudja állítani, és egy olyan jellegzetes hangon, egy hajtóhangon jelezze, hogy ott van előtte a vad, meg tudja állítani.
és ugye a vadászok oda tudtak menni, és terítékre tudták hozni. Na most ez az önállóság, miután ez annyira mélyen gyökerezik ebben a fajtában, ez bizony nem teszi alkalmassá arra, hogy együtt éljen olyanokkal, akik ezt a mozgásigényt, ezt a probléma megoldó képességet nem tudják helyén kezelni. Ezért is fontos az, hogy foglalkozzunk a kutyával. Ami nagyon fontos még a kopónál, hogy szerintem egy kicsit későn érő típus. Tehát nem fog ő fél évesen még mindent végrehajtani, úgy, mint egy német juhászkutya, és nem lehet őt arra sem nevelni szerintem teljes biztonsága, mint egy vizslát, hogy akár egy egész napon át csak labdákat meg botot dobáljunk neki, és ő mindig visszahozza, hiszen őt ez a monotonitás, ez lefárasztja, ez nem inger, nem éri elég inger. Ezért kell neki mindenféle feladatot kitalálni, minél többet mozgatni, és akkor itt felvetődik az a kérdés is, hogy tartható-e lakásba az erdélyi kopó. Hát én a magam részéről a kerti tartást preferálom, és én úgy gondolom, hogy a kertben sokkal jobb helye van, és sokkal jobban érzi magát egy ilyen kopó, de ismerek olyat, akik együtt élnek lakásban, nem is egy, akár két kutyával is, mert pont ezeket a feltételeket tudják biztosítani neki, amivel a kutyáknak a mozgásigénye teljesen kielégíthető. Állandó kinti tartással is lehet őt tartani, hiszen olyan szőrzete van, egy olyan tömött ajszőrzete van ennek a fajtának, amitől télen sem fog fázni. Olyan betegségek, mint a diszplázia, ugye ez az ízületi problémák a kutyákban, természetesen az erdélyi kopóban is vannak, de azt hiszem, hogy minden kutyafajtára jellemző, minden körülmény adott, és a kutya jó egészségnek örvend, akkor bizony bőven megélheti a 10-12 éves kort, sőt, én olyat is ismerem, akinek 17 évesen pusztult el az erdélyi kopója. Nincsenek ezek a tipikus szembetegségek, vagy olyan allergia, amit így kimondottan mondhatnám. Tehát alapvetően szerintem egy egészséges fajta az erdélyi kopó. Ami még szerintem nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy az erdélyi kopó egy kiváló családi kutya, nagyon-nagyon szeret gyerekek közelében lenni, teljesen megbízható, sőt azt kell, hogy mondjam, amikor én sétáltatom a kutyáimat az utcán, és egy idegen kisgyereket meglátnak, akkor minden oda szeretnének menni, mert annyira érzik azt, hogy a gyerekek azok valahogy mások. Magyarországon ma a rálátásunk szerint olyan 800 ezer kutya között erdélyi kopó van Magyarországon. Hát ez onnan adódik, hogy évente általában 8-10 alom születik, és szerencsére ez egy olyan fajta, ahol egy alomban azért nem ritka a 10 kis kutya sem. Külföldön is vannak erdélyi kopók, egy jelentős állomány van az Egyesült Államokban, ugyanakkor Hollandiában, Csehországban, és Németországban, de tudunk Svédországban, Finnországban is, Lengyelországban is erdélyi kopókról. Ami még kihangsúlyoznék, hogy egy nagyon érdekes dolog, hogy Görögországban van most egy jelentős növekedésben lévő állomány, ahol kimondottan és csak is vadászkutyának használják, és leginkább talán a görög vadászati mód hasonlít ahhoz, amire igazából ezt az erdélyi kopót kitenyésztették. A vadászati célú felhasználása az erdélyi kopónak a vaddisznóhajtás elsősorban, másodsorban pedig az utánkeresés. Az utánkeresést is két irányba lehet venni, lehet vadászati célú, illetve hobbi szintű. Vannak olyan erdélyi kopók, amelyek bizonyos egyedei rendkívül jó csapatartók. Elképesztő kitartásuk, sok kilométeres csapázás után is célt találnak. Vannak olyan egyedek az erdélyi kopónál, amelyek gyakorlatilag a vérebekkel hasonló szinten tudják a csapát végrehajtani, illetve az utánkeresést. Ezeket a kutyusokat már 8-10 hetesen elkezdjük segíteni, illetve a munkáját fölépíteni dámlábbal, vaddisznócsülökkel, kevés vérrel, illetve ezeknél azért oda kell figyelni, hogy valamelyik kutya zsákmányosabb kutya, valamelyik kutya egy kicsit higgadtabb. Itt is azért látjuk, hogy melyik kutyából lesz egy kicsit disznósabb kutya, illetve csapás kutya. Tehát nagyon jó szórakozás például egy családnak után keresni. Valaki eldugja a vaddisznócsülköt, vagy dámszarvaslábat, vagy akármire esetleg, amit nagyon szeret a kutya. Fel lehet építeni erre is, és egy baromi jó szórakozás az erdőben, hogy kimozdul az egész család, és a kutyának is egy rendkívüli jó agyi lemozgató szerep, és
ennek a kutyának éppen elég, hogyha agyba ledolgoztatjuk, és akkor talán higgadtan tud maradni otthon a családnál. A disznóskerti gyakorlások általában maximum két kutyát viszünk be a kertekbe, a két disznóhoz. Ezeknek a disznóknak semmiféle baja nem esik. Megpróbáljuk a kutyákat úgy tanítani, illetve olyan segítő kutyát használni, amelyik nem nincs full kontaktálása a disznókkal, tehát nem harabdáljuk meg. A kutyának elsősorban állítania kell, illetve hajtani. Ezeket próbáljuk fölépíteni egy-egy ilyen mesterséges kertben. Amikor az erdély kopó tartásába fogtunk, akkor úgy döntöttünk, hogy egy éves kora után szeretnénk a kutyát, illetve a kutyákat kipróbálni a természetének leginkább megfelelő vadászaton is, és egy teljesen új világba csöppentünk. Általában azóta novembertől február végéig vaddisznós hajtásokon veszünk részt, hiszen ez a kutya kiváló vadászkutya, és az egyetlen olyan kutyánk, magyar kutyafajtánk, amelyik nagy vadas vadászatra használható. Ezek a kutyák, mint a puskagolyó adott jelre leoldásra kerülnek a pórázos, mint a puskagolyó bele száguldanak a sűrűbe. A legnagyobb sűrűket, a legjárhatatlanabb dimbes, dombos, völgyes terepeket is képesek átpásztázni. Nagyon hamar megtalálják a vadat, hogyha ott van, és a kutyának az az igazi jellegzetessége, van egy csaholó, különleges frekvenciáját kiadó hangja, amely messziről is hallható, és ez volt a kopónak az előnye, hogy mivel, ahogy ez elhangzott, több kilométerről, sok száz méterről, vagy több kilométerről is elűzi a vadat a gazdájától, vagy a vadásztól, ezért hallania kellett, hogy hol tart a kutya, és ennek a csaholó hangnak köszönhetően a kutyát lehetett követni az erdőben. Ez a kutya, amikor a vad elfáradt, vagy kutyák, akkor körbevették, erre mondjuk azt, hogy állja a vadat a kutya, és mivel ezt a hangadást ezt folyamatosan kiadták, ezért lehetősége volt azután a vadásznak egy erős fizikai igénybevételű trappolás erdei erőltetett menet után a vadat utolén, és ott el tudta ejteni. Ezek a kutyák kiváló hosszú távfutók, rendkívüli energiabefektetésre képesek. Egy vadászat során nem ritkán 40-50 vagy akár ennél is több kilométer tudnak futni. Hogy az elmúlt pár évben tapasztaltunk egy olyan tendenciát, hogy egyre több az érdeklődő az erdélyi kopó iránt. Tehát jó magam, mint tenyésztő is látom, hogy rengetegen keresnek meg azzal, hogy kopót szeretnének. Ilyenkor természetesen mindenkivel el kell beszélgetni, el kell mondani ezeket, amit itt is megbeszéltünk. Határozottan látszik egy olyan fejlődés a népszerűség, vagy olyan népszerűsödés, inkább így mondom, ami szerintem nagyon fontos ahhoz, hogy ezt a fajtát minél többen megismerjék, hiszen attól, hogy ritka, és attól, hogy kevés van belőle, attól még ugyanúgy fontos, sőt, talán attól még fontosabb, hogy minél több ember megszeresse, és ezt a fajtát válassza otthonra.